a harmadik helyen álló nagykanizsai együttest. Az Ajka kezdője Horváth, Kenderes, Olá, Nagy, Horváth, Köles, Csemer, Nagy Erik, Erdei, Csizmadia és Pákai. Még a nagykanizsa Horváth, Csáki, Major, Szabó, Horváth, Pál, Wittmann, Lőrinc, Péntek, Lasics, Horváth, Balázs. A meccs érdekessége egyébként, hogy Horváth Balázs a nagykanizsa játékosa és az Ajkai Horváth Péter testvérek. A játékvezető pedig Jakab Géza. Az ő munkáját segíti Bognár László és Ország Péter. Reméljük, hogy nem lesz sok munkájuk. Játékosok elhelyezkednek, és lassan pedig a bíró belefújhat a sípjába, ami azt jelenti, hogy elkezdődik a mérkőzés. A labda nem igen került ki első rugástól, de játékos kisegíti. A nagykanizsai együttes kezdi egyébként a játékot. Hamarosan. És el is kezdődött a mérkőzés, amit vissza is fújt a játékvezető, mert átlépett az Ajkai játékos. Na, de most kezdődik el igazán a mérkőzés. Horváth Detrénél a labda, aki szélen megpróbálja megindítani, ám az Ajkai játékos jól blokkolta a lövést. Horváth bedobása. Eljut a csapattárshoz, ám de kifejeli. Jöhet az Ajka, jelzi a partjelző. Csemer Gyula dobja be. Lehetőleg. Jó sok fekvő támasz van a kezébe, hogy elnézem. Lehet is kialakítani a támadást, hogyha visszaszerezzük a labdát, mert elhagytuk. És ott a helyzet. De felszabadítanak a kanizsaiak. De még visszaszereztük. Nagy Krisztián szerezte vissza egész pontosan. Nagyon komolyan megy eddig a játék. Nagyon jó iramba kezdődik, bár erre számítottunk is. És visszaszerezzük a kanizsától. Elcsúszik a játékos, esett utána a másik is. Igen, csak letámad az Ajkai csapat, és nem engedi, hogy a saját térfelükre kerüljön a labda, maximum, hogyha felszabadításképpen vissza kell passzolniuk a védőköz. Egyébként az Ajkai csapat 4-1-3-2-es felállásba állította föl a vezetőedző Schindler Szabolcs, a kanizsaié pedig 4-2-1-3, amit Barna László állított össze. Előreívelést láthattunk a szélre, pontos levétel, és megint mehet a touchjelző, a partjelző. Nagyon a jobb szélet választja az Ajkai együttes. Ott szeretnének gólt szerezni. És egy nagyszerű megindítás, amiből talán gólhelyzet is lehet, ott a helyzet, gól! Vezet az Ajka! Hihetetlen! Alig kezdődött el a mérkőzés, és vezet! Micsoda gól! Hát ez szép volt. Olá a gólszerző, ha jól látom. Hát ez gyorsan ment, mit mondjak. Olá egyébként ez az ötödik gólja az ötödik bajnoki mérkőzésen, az Ajkai mérkőzésen. És megint a közép kezdésről jöhet a mérkőzés. Megint Horváthnál a labda, megint próbálja jobb széle megindítani, ám nagyon jól jön Nagy Erik. Most pedig az Ajka szorul egy kis védekezésre, közben pedig a bíróhoz fohászkodnak, de nem hallgat senkire. Az Ajka megint elkezdheti kidolgozni a lehetőségét, és az Ajka dob. Hát így a mérkőzés elején már annyit dob az Ajka,
hogy lassan holnapra már egy izomláz is lesz a kézben. Szép nagy bedobás, és mehet a második akció, amit rálőnek, de nem nagyon jut el a kapuig, inkább csak a kapusig, mert lefutott hozzá oldalra. Horváth Márton rúghatja ki a labdát, vagy passzolhatja ki, mindjárt kiderül, hogy mi is lesz valójában. Hát még ő se tudja igazándiból, de megtámadják és fölveszi a labdát. Majd kigurítja maga elé, hogy minél följebb tudjanak kerülni a játékosok, mert passzolgatással ez eddig nem sikerült. Ujjjjjjjjjj, de csúnya összecsúszás volt. Hál' Istennek senkinek nem lett semmi baja. Újabb ajkai bedobás. Tényleg lesz izomláz holnap a kézbe. Ez így már kiderült. Bíró, fúj! Jön a nagy kanizsa. És egyből ugrik fel szinte mindenki. Az ajka megy visszavédekezni. A nagy kanizsa pedig megy föltámadni, csak kettő ember marad hátul biztosítani. Közben pedig hát egy nem és sportszerű jelenetet láthattunk. És elmagyarázza a játékvezető játékosnak, hogy még egy ilyet nem szeretne látni, mert különben lappal fogja sújtani. Na, meg lesz az első akciója Kanizsának. Most derül ki. Horváth beadja, szép kifejelés, de még jöhet a Kanizsa egy bedobással. Egyébként a mérkőzésre nagyon sokan kilátogattak, még mindig jönnek a nézők. Eddig információm szerint 300-400-an érkeztek ki, szerintem már lassan közelítünk az 500-hoz, és ott az egyenlítő gól. Hát erre nem nagyon számítottunk, kedves nézők. Hát ez nem volt benne a játékmenetében. Mit csináltok? Üöltik a szurkolók, jogosan, hozzá kell tennem. Hát ezt mindenki csak nézte. Nem baj, még ez nagyon korai egyenlítés, ebből még lehet építkezni. Oláhnál a labda, aki elvégzi a kezdőrugást. És Olá le is passzolja. A Wittmann Ádám szerezte egyébként a gólt. Nagy kanizsai bedobás. Megint csak Horváth. Egyébként pedig 5 horvát van a pályán, úgyhogy nem tévedhetek sokat, hogyha majd más játékos nevezek meg. Ez majdnem jól jött ki. Résen voltak a nagy kanizsai védők. Kezdhetünk egy újabb helyzetet kidolgozni. Csemernél a labda, Csemer szépen elmegy. Lőrinc mellett Csemer beadja, és ott a helyzet! Ott lehet a vezető! Ez mi volt? Kérdezik a játékvezetőtől. És a kapus jöhet kirúgással. Hát ez érdekes szituáció volt. Talán egy visszajátszásra még kaphatjuk ezeket a képsorokat, amik az előbb lezajlottak. Kapus kirúgás, Horváth kirúgja. Horváth kirúgja majdnem Horvátnak, de most egyébként Horvátnál a labda. Vagy de szép sarkazás, de az ajka résen van. Horváth detre bedobás. Nagyon rajtuk vagyunk. Gyötörni kell. És egy nagyon szép megindítást láthatunk a Kanizsától, de nem tud beljebb kerülni, nem tud. Nagyon defenzív az ajkai védelem, ezt hozzá kell tennem. Az nem volt semmi. Ezt a bíró is látta, én is láttam, mindenki látta. Ajkai bedobás ismét. Bárcsak ennyi gól lenne még az első fél időben ajkai részről, mint bedobás, akkor nem panaszkodna senki se szerintem. Bedobás. Horváth.
változatosság kedvéért persze, vagy nem. Horvát kapus pedig lecsapott a labdára, és újra kezdhetünk egy szép akciót kidolgozni, amit lehetőleg góllal is fejezünk be. A pálya egyébként nagyon vizes, úgyhogy ezért csúszik annyira a labda, meg a játékosok is. És megindult a Kanizsa játékos, de szép, a kapusunk Horvát biztosított. Vissza kell állni. Gyerekek, nincs mese. Már nem is kell mondanom, hogy kivégzi a bedobást. Mindenki tudja, hogy Horvát. Menj oda, menj oda! Támold már meg! És itt a jobb szélen próbálnak meg beindulni. Pál Dávid betette, és ki fog menni a labda. Úgy is lett, ahogy megmondtam. Így legyen ötösöm a lottón. Horvát ismét játékba hozhatja a labdát pár másodperc múlva. A játékosok pedig fölfuthatnak a part jelzővel egyaránt. Szép nagy kirúgás, eljutott a középpálya vonaláig pontosan, precízen. Nagy Erik indította volna meg a szélen a csapattársát, ám de is jöhet egy bedobással az Ajka. Ott hagyják, a labdát más végzi el. Megtörtént a bedobás. Oda a visszajáték, mehet a beadás, de a kanizsai védőről kipattan a pályáról. Egyébként a Kanizsáról is rengetegen érkeztek meccset nézni. A kemény mag az, ha jól látom, olyan 8-10 lehetnek, de hát azért ők is hangosak. 16, most kapom az információt a fülemre, akkor 16-an. És hát ezt nem láttam pontosan, ezt a szituációt, úgyhogy itt most nem ítélkezhetek, és nem is fogok. Meg ugye nem is számít a bíró szava itt a döntő. Péntek Adrián nagy nehezen fel kell, bevizezte a mezét, persze a földön fetrengve, úgyhogy mehet is föl a kanizsai együttes. Egyébként ez egy igazi nyugati rangadó, közben pedig majdnem egy akció volt. Ajjaj, Zajka kicsit beszorul így az utóbbi időbe. Na, Horvát pedig úgy néz ki, hogy váltott bedobásról szögletre. Itt van a Kanizsa első szöglete a mérkőzésen. Érkezik erre ember? Nem érkezett, mert az ajkaiak szépen kivédekezték. Próbálnak tisztítani a kanizsaiak. Sikerrel eddig úgy néz ki. És labdát is szereztünk. Most hátra, és el is veszítettük. Ez gyors volt. Jól kiépített akciót szeretnék látni, úgy, mint az első percben a gólnál. Tehát Nagy Krisztiánnál a labda, ő próbálja meg szélre passzolni Kendereshez, és ami sikerült is, és ő pedig még tovább adta. Megint a jobb szélről indíthatunk egy támadást, hogyha sikerül, hogyha elérjük a labdát persze. Jó. Bedobással jöhetünk ismét, és veszélyeztethetünk talán a kanizsai kapura. De amit még el akartam mondani egyébként, az, hogy az Ajka 10 ponttal áll a bajnokság élén 4 meccs után, a Nagy Kanizsa pedig 9 ponttal 4 meccs után. Gólarányokat tekintve az Ajka kicsit erősebben is támad és erősebben is védekezik, de az, hogy melyik a jobb csapat, ez majd kiderül a meccs végén. Szöglettel folytatódik a mérkőzés. És most pedig hangosabbak egyébként a vendégszurkolók, mint a hazaiak.
Ami kicsit meglepő, 400 szurkoló a 15-tel 6-tal szemben, de lesz ez még így se, remélhetőleg. Beadás, ott a fejes, és nem jutott el a kapuig, megcsusszant egy fejen. Ismét megint veszélyeztethetünk, de nem veszélyeztetünk, ugyanis kivágták a kanizsaiak. Wittmann szedt egyébként szépen ki onnan. És egész pontosan megindul Péntek Adrián. És ez bizony nem volt szabályos, jöhet kifele az ajka. Partjelző volt a bíró segítségére. Mert nem láthatta tisztán az esetet, ugyanis az ő szemszögéből ezt a korásban volt. Megindítjuk a labdát útjára. Reméljük a kanizsai kapuba. Szép becsúszás, csak sajnos nem jött össze a cél, a labdaszerzés. Jó, szépen ki is vágja a védősor, és megint vissza az ajkai térfére, bár nincs rá kanizsai érkező. Úgyhogy nyugodtan hozhatja föl a labdát az ajkai együttes. Szép csel, nagyon elegánsan ott hagyták Lőrincet, de még mindig még megyünk tovább, lehet, hogy 16-os sarkáról, ott a lövés, hú, és ott a vissza, megint egy lövés volt, bár nem találtunk kaput, és ott a lövés, mekkora helyzet, te jó Isten, én innen már lassan gólnak láttam, azt a mindenit, felugrott szinte mindenki. Ez kell, srácok, és a végén pedig egy gyönyörű három ponttal mehet haza mindenki. Szöglet következik. Most nagyon drukkolnak az ajkai drukkerek. Remélik, hogy gól lesz a vége. Mindjárt kiderül, megnézzük. Bár ott bent még rendet tesz a bíró, talán most végezhető el a szöglet. Hát, ott a beadás, van ráérkező, nincs ráérkező, vagyis van, csak az kanizsai lett volna először, de lehagyta Nagy Erik. Majd megint átjátszunk a jobb szére, Csemernek köszönhetően. És egy beadás, érkező pedig sajnos nincs rá. Most pedig egy visszajátszást láthatunk az előző helyzetről. Közben pedig Horváth Márton hozza játékba a labdát. Hozná, de még vár, megnézi kinek mehet, és el is lövi. Azaz, Nagy Erik szépen kifejelte, jöhet a kanizsai bedobás. Megint nem mondom, hogy kivégzi el, mert már szerintem minden néző fejből tudja, hogy ezt Horváth csinálta. Hát nem nagyon talál fogást, vagyis ez most derül ki. Hát nem talál eddig fogást a kanizsa itt a jobb széről, de hogy is nem. Főleg úgy, hogy Wittmann érkezik fölfele, szélen, megmozgatja az emberét, és szépen tisztáz az ajkai együttes, de hát hú... Nézők se értenek egyet ezzel a védelemmel valamiért. Nem állt eddig össze, vagy nem tudom, szép becsúszás. Megint a jobb szélen húzzuk meg, most mi. Oly, micsoda megkerülőssel, ez szép volt. Beadás, van ráérkező, mekkora fejes. Te jó Isten, hatalmas helyzet volt, kérem szépen, kedves nézők. Brutálisan nagy helyzet volt. Hogyan lehet ilyet kihagyni? Kérdezik a nézők. Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Ha minden összejön, megkérdezzük majd a meccs végén a játékosoktól. És ők elmondják. Ismét Horváth Márton hozza a labdát játékba. Szépen fejel az ajkai középpályás, és már mehet egy újabb támadás, szépen indul meg Nagy Erik, blokkolják a lövést. 18-as a Péntek Adrián próbált megindulni, de szépen tisztáztunk.
Pálkai tisztázott egész pontosan. Nagyon lassúak vagyunk most, valamiért belassultunk. Nem tudni, hogy mi az oka ennek, az meg egy csúnya becsúszás volt, és nem sérült meg senki se. Most nagyon elcsendesedtek a szurkolók. Hát a játékosoknak kell borzolni itt a kedélyeket, persze jó értelemben. Lőrinchez kerül a labda, aki tovább fejel. És ott a helyzet, 15 méter, jó, nem került sorlövésre, de egy ajkai támadásra még kerülhet, nagyon szépen meghúzzuk középen a pályát, nagyon szépen, és ki a jobb szélre, de megakad a kanizsai védőbe. És most pedig ők a bal szélen próbálkoznak, amire eddig nem tudom, hogy a meccsen láttunk-e példát, szerintem nem. Hogy fog vajon sikerülni? Mi sül ki ebből? Tökéletes ajkai védekezés, ahogy elnézem. A játékvezető pedig Ajka javára ítél, jöhet kifele a kirúgás. Kirúgás, majdnem kirúgás. Bal szélen próbálkozunk, Nagy Erik, bepasszolja középre, leadjuk el az emberünket, vagy nem? Megint Nagy Erik, elkezd befele indulni, beadja, jobb szélre, van ráér, aj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 , az picit túl lett gondolva, talán rá kellett lőni ott a 16-osról, és egyébként pedig Les. Lest mutatott a játékvezető. Ha jól nézem, nem. Nem. Úgyhogy ajkai bedobás lesz a szélen. Indul ebbe valaki, ott a fejes. Ajjajjajjajjaj. Hálót ért, de sajnos nem belülről, hanem kívülről. Az előző az nem Les volt, csak nem értettem meg a partjelzőnek azt a, nem tudom, talán begörcsölt a karja, és azért tartotta így az ászlót. Nem tudni, de ezt már nem is fogjuk megtudni később se. Ismét Horváth Márton fogja elvégezni a kirúgást, a kanizsa kapusa. Most kicsit egyébként kanizsai szurkolók is ráerősítenek az orgánumra, és amit ezt kimondom, szinte abba is hagyták, mint hogyha hallottak volna, vagy inkább nem. Egyedül elől, tovább játszott alá, és a kapus pedig megelőzi a játékosunkat, Nagy Krisztiánt. Na, álljunk szépen vissza védekezni. Ne ketten maradjunk ott egy kapusra, mert annak úgy sok értelme nincs. Mi csoda szép labdalevétel a kanizsai részéről, jöhetünk is bedobással. El is végezzük, Nagy Erik Rémén helyett Csemer Gyula végezte el. Szép tisztítás, ez kellett most, de még egy-két jó akció is kell. Bárcsak olyan jó iramba folytatódna a mérkőzés, mint az első pár percben. Aztán a végeredmény pedig inkább hasonlítana egy vízilabda mérkőzésre, nem tudom, 10-10-re vagy valami ilyesmire. Bíróval sokan nem értenek egyet a vendég drukkerek, de hát ez legyen az ő bajuk. Szabad rúgás sajnak a Nizsa. Szépen pozíciót foglalt mindenki. Beadás. Van ráérkező. Húha, gyerekek, húha, és éppen hogy csak védett a Horváth, atyavilág. Költői kérdések hangoznak el egyébként itt mellettem, úgy gondolom, hogy ezt önök is hallják, ezeket nem én mondom, mielőtt valaki rám sújt valami médiahatóságot. Szöglettel folytatódik a mérkőzés, jó lenne ezt kivágni és egy gyors akcióval letámadni. Horváth végzi el a szögletet, mutatja a formát is a csapattársaknak. Van ráérkező? Nincs. Kifele pedig rúgás lesz, jelzi a bíró. Horváth kirúgás. Mindkét oldalon egyébként, tehát mindkét kapus is horvát. Horváth.
össze-vissza pattogott a fejeken a labda. Az talán kézgyanús volt, de nem én vagyok a bíró. Lehet, hogy szerencsére. És Csemer ellen szabálytalankodtak, úgyhogy az Ajkön egy szabad rugással. Közben pedig itt a játékvezetők megbeszélik, hogy ez pontosan mi is volt, vagy talán az előzőt, nem tudom. Nagy Krisztián készül. Szerintem ez egy beadás lesz, innen nem fogja rávállalni, mert az azért nem mondom, hogy nagy kívás lenne, de kevesebb az esély egy gól szerzésre. Bár ne legyen igazam. Bírói sípra várunk. Amit most meg is kaptunk. Nagy újat. Talán a bírót vette célzásba. Lehet nem tetszett az előbb egy-két ítélete. És most látom, hogy az egyik játékosunk pedig lement, talán megsérült, pontosan nem látom, és ebből egy csere lesz. Messzcsere. Vagy csak messzcsere? Messzcsere lesz. Talán elszakadt. Közben pedig emberelőnyben van akkor most a Kanizsa, és rávállalják egy jó 20-asról, Horvát pedig fog. Jó, így kell ezt csinálni. Az ajkai játékos pedig visszatérhetett a pályára. Így megint egyenlően 11-en vagyunk fönt. Fejes! Sajnos nem csapatáshoz jut el, de szép! Hú, micsoda labdát szereztünk! Micsoda irammal indulunk meg! Van ráérkező, nincs ráérkező! Ajjajajajajajajaj! Vissza kéne menni, mert nagyon jönnek föl egyébként a kanizsaiak. Jó, tisztázunk, de hova? Hova? Wittmannhoz. Az pedig nem jó, mert ő piros mezben van. Ha átveszi fehérre, én benne vagyok, hogy 12 a 10 ellen. Szerintem a többiek nem lennének benne. Beadás? Jó, tisztáztunk. Fuhuha. Pátkai tisztázott, vagy Pálkai elnézés, ő tisztázott egész pontosan. És megint egy szöglettel jön a kanizsa. Ezekre jó lenne odafigyelni, mert egy-egy ilyen pontrugásból nagyon veszélyes helyzetet dolgozhatnak ki. Reméljük még ebbe a fél időbe meg lesz ez a szöglet. Igen, most végzik el. Jó, szépen tisztázunk. Új, de szépen kiment ez a labda. A nézők közé majdnem, nem. Még megmaradt. Erre nem is számítottam. Közben pedig Major Máté rúgja ki. Major Máté egyébként kanizsai játékos, de a testvére pedig Major Norbert az Ajkánál játszik, aki most jelenleg cserét alkot. Nem tudunk kidolgozni egy helyzetet. Valami úton, módon kell egy-egy résnek lennie, vagy egy távoli lövést kéne, és ott egy rés, Nagy Erik beadhatja, és tisztáznak. Tisztáznak a kanizsaiak. Na, ez szép volt nagyon, ezt el kell ismerni. Ilyenekre van még szükség, hogyha gólt akarunk szerezni. Nem X-el vagy 0 ponttal szeretnénk elhagyni a pályát. Micsoda a bedobás, hát mint egy szöglet, és ott a helyzet, és nincs kihasználva. Hogyan? Szöglet. Közben pedig a nagykanizsa 17-ese, Lőrinc a földön fetreng, nem tudjuk, hogy sérülés miatt, vagy talált-e valamit. Rendben van, fölkelt, tehát vagy nem talált semmit, vagy nem sérült meg. Mehet is a szöglet. Gyerünk, találjunk be még egyszer. Ugorjon föl az a stadion. Ott a helyz. Hát majdnem kiejtette a kapus. Húha. Azaz, szépen zavarjuk.
úgyhogy nem lett tiszta. Jó, innen nekünk le kell passzolni a kapushoz, vagy inkább előre. Ez pedig egy még jobb megoldás. Nem véletlenül ők a focisták, nem pedig én. Beinkezdhetünk jobb szélen feltápászkodni. Beadásra fel. Fejes, megpattan, és a kapus fog. Horváth azért résen volt, pedig megpattant egyébként egy kanizsai védőn is. De nem volt egy túl gyors labda, úgyhogy le tudott rá gyorsan csapni. Nézi Horváth, hogy kinek lehet vajon kirúgni. Hát Horváth a zajkai játékos nézte meg. Majornál a labda. Lepasszolja, védőkön végigmegy, vagy éppenséggel nem. Húha, hát ez hova akart menni? És pocsolyában meg is áll a labda. Ez kicsit kiszámíthatatlan volt. Megint elkezdhetünk följebb jutni, járni. És egy csúszás miatt kanizsához kerül a labda. Lemaradtunk erről a labdáról. De megint kezdhetünk egy akciót kidolgozni, és ott van Olá, talán beadja, visszajátsza, és nem jó. Ember talál csak ellenfelet, az a baj. Ez pedig egy taktikai falt volt. Úgyhogy jött a kanizsa. Sárgalap! Erre sárgát adni? Az azért érdekes dolog. Köles János kapta egyébként a sárga lapot, úgyhogy érdekes. Ezt a helyzetet egyébként én szívesen visszajátszatnám. Mindjárt, hogyha sikerül is, akkor visszajátszuk, és nem mondom, hogy elemezzük, de a jogosságát még egyszer megnézzük. Bár nem tudunk változtatni az ítéleten, de azért jobb letisztázni. Közben a kanizsa új, de szép cse volt Páltól. Pál megpróbálja beadni. Jó, szépen kihozzuk. Jó. Szép, hát egy sarkazással touch. Jön a kanizsa. Horváth dob be. Ez nem állt le. Horváth bedobás. Pálhoz kerül labda. Ujj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 
erővel ment, úgyhogy én biztos megszédültem volna. Forgatja a kanizsai az ajkai játékost, mehet tovább, mutatja a játékvezető, ujjajajajaj, és az ajkai védő pedig gyorsabb, és kigurítja az oldalvonalra. Kanizsai touch következhet ismét. Hogyha pedig az előbb megszakadt volna az élőadás, azért elnézést kérünk, mert egy kis technikai probléma adódott, amennyiben nem, pedig akkor nem. Nyilván érthető. Kanizsai bedobás. És visszajátszák, majd beadás, de nem megy rá senki. Vagyis de, az ajkai kapus Horvát kikirúgja. Ujjaj, az azért veszélyes volt Olától. Horváttól Horvátnak, és Horvát kirúgja. Mennyivel egyszerűbb így, hogy a 22 játékosból 5 horvát van? Az semmi nem volt, szerintem. A szurkolók is így gondolják, egy kicsit falusiabb szóhasználattal. Na rúgjad már, te
mindig élvezett egy ilyen mérkőzésre kilátogatni, már csak a szurkolók miatt is. Talál erést a Kanizsa. Eddig nem úgy tűnik, de csúsztatás, hú, remek védés volt Horváttól, ez gyönyörű volt. Nagyon rajta volt a labdán, de most pedig letámadhatjuk az ellenfelet, bár visszaálltak rendesbe, Olánál a labda, Olá tovább teszi. Nagynak, nagy, vajon lát-e valakit, beadja, van ráérkező. Nagyon gyönyörű. Onnan pedig be lehet még gurítani. Hát be lehetett csak az ellenfél játékosához. Nem baj, de még megvan a labda, még nem ment ki, és még mindig mi jövünk. Most egy nagyon szép beadás van, ráérkező. Hú! Ebben pedig lehetett volna egy jó kis helyzet. És ismét touch. Ajka dobhat. Egész pontosan Csemer dob. Hát igen, túl messziről akarta dobni Csemer a kijelölthöz képest, úgyhogy inkább a Kanizsa dob. Védőknek pedig hozniuk kell. Új, az nagy összecsapás volt. A pocsolya is közbeszólt. Kicsit lehűtötték magukat a játékosok. Nem találnak rést, és a kanizsaiak még nem is mennek előre olyan nagyon, hogy ezt elérjék. A labdát persze, amit feladnak nekik. A feladó és a címzet nincs egy hullám hosszon. Most az Ajka jön, próbál egy helyzetet kidolgozni. Reméljük, hogy sikerül. Visszajátszunk egy kicsit. Gyönyörű játéka, szélen megint megindulunk. És kimegy, ajjajjajjajjaj. Ilyenekre nem szabad. Vagyis ilyen helyzeteket inkább nem szabad elpuskázni. Hisz nagyszerű kiinduló pontja lehet egy gyönyörű gólnak. Egyébként szerintem mondhatom azt, hogy itt majdnem, hogy teltház van. Biztatás hiánya nincs. És ott a helyzet! Ott van! Gól! 2-1! Ott van! Erről van szó! Így kell csinálni! Jól van, srácok! Jól van! Eddig megérdemlitek a pihenőt. A visszajátszásban pedig nézhetjük a gólszerzőt, és a gólját szépen a kapus mellett el a sarokban, jó? És ráerősítenek az ajkai drukkerek, erről van szó, ilyen a futball. Biztatni kell a csapatot, hát ha még egy-két ilyen gólt ki tud termelni ebbe a félidőbe. És talán Nagy Erik lehetett volna befutó, de nem. Útját állt a Horváth Márton. Kirúgás. Ajkai tisztázás. Lassan ez lesz a szokásos forgatókönyv. Az bizony, hogy ajkai szabadrúgás lesz. A bíró jelezte. Egyébként az Ajkát tartják az NB3 nyugati csoportjának a főesélyeseként, de ezt persze ezt nem lehet mondani 5 forduló után. De kétségtelen, hogy nagyon jó csapattal rendelkeznek. És labdaszerzés! És ez befújja a bíró szabad drugásnak. Nem leszünk így jóba. Mondom én persze. Bár mondom, ez őt nem érdekli. Mi
szépen felállunk védekezésre. Közben lesen is állt az egyik játékos, aki szépen vissza is mozdult kanizsai részről. Jó, megint lehet valamit kialakítani Olánál. A labda is mekkora indítás, mekkora indítás. Mellel Horváth szabadított fel. Húha. Azaz, szélen meg tudjuk őket fogni. Srácok, gyerünk. Szép játék. Nagyon jó. Higgadtan, tisztán, így kell ezt csinálni. Jó, Csemernél a labda. Csemer, ajjajjaj, micsoda csel. Ez bizony megette. Lőrinc, beadás, nincs. 3-1, de egy labdaszerzés van. De nem figyeltünk erre. Sajnos, de egy labdaszerzés lesz, jóvá tehetné. Jó, elképzelés nélkül játszik most a Nagy Kanizsa az utóbbi 1-2 percben. Ez nekünk jó hír. Mi pedig újra felépíthetünk egy nagyszerű akciót, támadást. Bár inkább nem sürgetem őket, ők se sürgetik egymást. Csemer nagy. Tovább. Talán megint a jobb szélről. Igen, a jobb szélben látnak fantáziátos rácok. Ajjajjaj, nem volt pontos, tehát pontatlan. Az a reciproka. Például a Nagy Kanizsa. Nem tudom, nagyon lassan battyog oda a játékos. Talán ő már a szünetre készül. Legalábbis ő, mi nem, mi még egy ajkai góra. De még van 7 perc a rendes játékidőből. Jó, tisztáznak. Ajkai bedobás. A vezetőedzők pedig úgy nem nagyon izgulnak. A kanizsai edző járkál össze-vissza, fel s alá. Ő talán izgul, közben egy helyzet kibontakozóba. De ez elmúlik. Menjünk vissza, srácok, azaz. Ne védekezzünk, támadjunk. A védekezésből nem lehet gólt szerezni. Jó, gyerünk, föl a szélre. Pontosan, azaz. Megindítás, talán egy beadás is lehet belőle. Itt van nagyon rajta az emberén, és ez pedig nem látja a bíró semminek. Hát ez a partjáz előtt történt. Horváth próbálja meg az ajkai térfélen meghúzni a labda irányát, eddig sikerül, továbbadja, most pedig átkerül szélre. Bíró pedig nagyon jó reflexzel rendelkezik, ezt most láthattuk. Les. Bíró pedig igazat ad nekem és a drukkereknek is. Már ezért érdekes ide kilátogatni, a hangulatért. Egyre csak fokozódik és fokozódik. De egyébként nem mondtam végig, hogy az ajkai csapatot tartják a főesélyesnek. Ezt a legutóbbi pápai meccs után be is bizonyították, hiszen a 92. percben egy nagyon jó pápai csapat ellen győzedelmeskedtek egy Horváth Péter góllal. Horváth Pétert egyébként a 86. percben cserélték be, és a 92-ben lőtt egyet, úgyhogy Ajka városában most nagy hírnévnek örvend. Horváth pedig kigurítja. Talán Olá tud valamit kezdeni vele, majd pedig Csemer. Indítás. Ki fog menni? Azaz, ügyesen, bedobás. Csemerhez jutott el a labda. Mit fog vele kezdeni? Ez rajta múlik. Azaz. Jó. Kenderesnél. Kenderes pedig továbbadja. Csemer indul fölfele. Nem tudom, hogy Nagy készül-e rá. Készül. 2 hetes csatáját a Nagy Kanizsai hetes nyerte. Kirúgással folytatódik a mérkőzés.
egyébként eddig egy nagyon jó félidőt láthatunk. Tehát a kezdés az brutál jól sikerült, még nem egyenlítettek, de aztán hál' Istennek megint meg tudtuk szerezni a vezetést. Jó. A Nagy Kanizsa csapatát is érdemes egyébként lebecsülni, tehát mondom, most a harmadik helyen áll, úgyhogy a tavalyi évadban még Zala megyei egyben játszott, és brutál jó összetetten tudtak játszani, tehát nem volt csapat, aki úgy meg tudta volna őket úgy szorongatni. Ezt elmondhatom önöknek. Nagy Kanizsa az Zala megyei első osztályban 30 meccsből 26-ot megnyert, 2 döntetlen és 2 verességgel. 140 gólt lőttek és 16-ot kaptak. Tehát erős támadó sor jellemzi őket és egy erős védősor, bár az Ajkán ez nem fog ki. Azaz szépen és okosan játszunk, ezt így kell csinálni. Egyébként pedig ne tévessze meg a kedves nézőket, hogy a négyes messzámú Ajka játékos nem Bonivár, csak ugye az előbb elszakadt egy mez, és az volt kéznél. De jó kapáslövés lehetett volna, hát az is volt, csak nem sikerült. Megpróbáljuk levenni. Tisztáznak, kanizsaiak. Ajjajajajajaj. De dolgozhatunk ki egy újabb helyzetet. Úgy gondolom az ajkai drukkerek felkészültek az Ajka harmadik találatára. Játékosokban ez benne van, de még nem jött ki. Lassan kifog. Szurkolók nagyon biztatják az ajai együttest. Szöglethez lassan battyognak oda. Talán Csemer végzi el, nem látom, biztosan túl messze van hozzám, de szerintem ez Csemer. Reméljük, hogy egy jó beadás lesz, góllal befejezve. Beadás, helyzet, kapus szépen benyúl, és lefújja az első félidőt Jakab Géza. Ott van! Gól! 2-1! Ott van! Erről van szó! Így kell csinálni! Jól van, srácok! Jól van! Eddig megérdemlitek a pihenőt. Visszajátszásban pedig nézhetjük a gólszerzőt, és a gólját szépen a kapus mellett el a sarokban, jó? És ráerősítenek az ajkai drukkerek, erről van szó, ilyen a futball. Biztatni kell a csapatot, hát ha még egy-két ilyen gólt ki tud termelni ebbe a fél időbe. És talán Nagy Erik lehetett volna befutó, de nem. Útját állt a Horváth Márton. Kirúgás. Ajkai tisztázás. Lassan ez lesz a szokásos forgatókönyv. Az bizony egy ajkai szabadrúgás lesz. A bíró jelezte. Egyébként az Ajkát tartják az NB3 nyugati csoportjának a főesélyeseként, de ezt persze ezt nem lehet mondani 5 forduló után. De kétségtelen, hogy nagyon jó csapattal rendelkeznek. És labdaszerzés! És ez befújja a bíró szabad drugásnak. Nem leszünk így jóba. Mondom én persze. Bár mondom, ez őt nem érdekli. Mi a torsen?
Szépen felállunk védekezésre. Közben Lesen is állt az egyik játékos, aki szépen vissza is mozdult Kanizsai részről. Jó, megint lehet valamit kialakítani Olánál. A labda is mekkora indítás, mekkora indítás. Mellel Horváth szabadított fel. Húha. Azaz, szélen meg tudjuk őket fogni. Srácok, gyerünk. Szép játék. Nagyon jó. Higgadtan, tisztán, így kell ezt csinálni. Jó, Csemernél a labda. Csemer, ajjajaj, micsoda csel. Ez bizony megette. Lőrinc, beadás, nincs. 3-1. De egy labdaszerzés van. De nem figyeltünk erre. Sajnos, de egy labdaszerzés lesz, jóvá tehetné. Jó, elképzelés nélkül játszik most a Nagy Kanizsa az utóbbi 1-2 percben. Ez nekünk jó hír. Mi pedig újra felépíthetünk egy nagyszerű akciót, támadást. Bár inkább nem sürgetem őket, ők se sürgetik egymást. Csemer nagy. Tovább. Talán megint a jobb szélről. Igen, a jobb szélben látnak fantáziát a srácok. Ajjajaj, nem volt pontos, tehát pontatlan. Az a reciproka. Pihet a Nagy Kanizsa. Nem tudom, nagyon lassan battyog oda a játékos. Talán ő már a szünetre készül. Legalábbis ő, mi nem, mi még egy ajkai góra. De még van 7 perc a rendes játékidőből. Jó, tisztáznak. Ajkai bedobás. A vezetőedzők pedig úgy nagyon nem nagyon izgulnak. A kanizsai edző járkál össze-vissza, fel s alá. Ő talán izgul, közben egy helyzet kibontakozóba. De ez elmúlik. Menjünk vissza, srácok, azaz. Ne védekezzünk, támadjunk. Védekezésből nem lehet gólt szerezni. Jó, gyerünk, föl a szélre. Pontosan, azaz. Megindítás, talán egy beadás is lehet belőle. Wittmann nagyon rajta van az emberén, és ez pedig nem látja a bíró semminek. Hát ez a partjelző előtt történt. Horváth próbálja meg az ajkai térfélen meghúzni a labda irányát, eddig sikerült, továbbadja, most pedig átkerül szélre. Bíró pedig nagyon jó reflexzel rendelkezik, ezt most láthattuk. Les. Bíró pedig igazat ad nekem és a drukkereknek is. Már ezért érdekes ide kilátogatni, a hangulatért. Egyre csak fokozódik és fokozódik. De egyébként nem mondtam végig, hogy az ajkai csapatot tartják a főesélyesnek. Ezt a legutóbbi pápai meccs után be is bizonyították, hiszen a 92. percben egy nagyon jó pápai csapat ellen győzedelmeskedtek egy Horváth Péter góllal. Horváth Pétert egyébként a 86. percbe cserélték be, és a 92-ben lőtt egyet, úgyhogy Ajka városában most nagy hírnévnek örvend. Horváth pedig kigurítja. Talán Olá tud valamit kezdeni vele, majd pedig Csemer. Indítás. Ki fog menni? Azaz, ügyesen, bedobás. Csemerhez jutott el a labda. Mit fog vele kezdeni? Ez rajta múlik. Azaz. Jó. Kenderesnél. Kenderes pedig továbbadja. Csemer indul fölfele. Nem tudom, hogy nagy készül-e rá. Készül. 2 hetes csatáját a Nagy Kanizsai hetes nyerte. Egy kirúgással folytatódik a mérkőzés.
egyébként eddig egy nagyon jó félidőt láthatunk. Tehát a kezdés az brutál jól sikerült, amíg nem egyenlítettek, de aztán hál' Istennek megint meg tudtuk szerezni a vezetést. Jó. A Nagy Kanizsa csapatát is érdemes egyébként lebecsülni, tehát mondom, most a harmadik helyen áll, úgyhogy a tavalyi évadban még Zala megyei egyben játszott, és brutál jó összetetten tudtak játszani, tehát nem volt csapat, aki úgy meg tudta volna őket úgy szorongatni. Ezt elmondhatom önöknek. Nagy Kanizsa az Zala megyei első osztályban 30 meccsből 26-ot megnyert, 2 döntetlen és 2 verességgel. 140 gólt lőttek és 16-ot kaptak. Tehát erős támadó sor jellemzi őket és egy erős védősor, bár az Ajkán ez nem fog ki. Azaz, szépen és okosan játszunk, ezt így kell csinálni. Egyébként pedig ne tévessze meg a kedves nézőket, hogy a négyes messzámú Ajka játékos nem Bonivár, csak ugye az előbb elszakadt egy mez, és az volt kéznél. De jó kapáslövés lehetett volna, hát az is volt, csak nem sikerült. Megpróbáljuk levenni. Tisztáznak, kanizsaiak. Ajjajajajaj, de dolgozhatunk ki egy újabb helyzetet. Úgy gondolom az ajkai drukkerek felkészültek az Ajka harmadik találatára. Játékosokban ez benne van, de még nem jött ki. Lassan kifog, szurkolók nagyon biztatják az ajkai együttest. Szöglet, ez lassan battyognak oda. Talán Csemer végzi el, nem látom, biztosan túl messze van hozzám, de szerintem ez Csemer. Reméljük, hogy egy jó beadás lesz, góllal befejezve, beadás, helyzet, kapus szépen benyúl, és lefújja az első fél időt Jakab Géza, hetessi. Érkezett be a pályára. Tehát Nagy Kanizsa egy vérfrissítést próbál. Mi pedig egy izgalmas mérkőzést nézni. Reméljük, nekünk bejön. Horvát kirúgás következik. Félpályán leszáll a labda, és indulhat az ajkai akció. Új, de szépen végigment két ember között az ajkai támadó, és egy messzi lövésre gondoltam én, megtévesztett mindenkit. Nagy nála a labda, Nagy megpróbálja továbbadni, nem sikerül. Nagy Kanizsai major pedig kikíséri a labdát, úgyhogy megint Horvát hozhatja a játékba. Reméljük, még idén sikerülni fog neki. Igen, jön is. Ujj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 
első fél időben látott ért. Horváth szabad rugása. Ugyanazon az oldalon maradt egyébként Horváth. Ez érdekes. Valamit nagyon tudhat. Új, test a test ellen ütközött. Közben pedig valami táncot lejt az egyik nagykanizsai játékos, egész pontosan Horváth Balázs. Nem tudom, hogy ez mire hasonlíthat. Remélem kommentben megkapom. Próbálkozik a nagykanizsa egy-egy akciót kialakítani. Horváth szépen vissza. Ó,
egy horvát kirúgás a változatosság kedvéért. Csak most a másik oldalról, most az ajkai részről. Majdnem leteszi maga elé a labdát, megkeresik ki szabad, közben pedig másik horvát rámegy. Sok értelme nem volt. Letesszük a labdát, megjátsszuk a balszélt. És megpróbálják megindítani 18-assal Péntek Adriánt. De ez abba maradt, hiszen az ajka igen jól védekezik. Nem kezdődik úgy a második félidő, mint az első. Ilyenkor már túl voltunk az első ajkai találaton. Szép ütemváltás. Nagy. Vissza. Vajon lesz-e fogás? Nincs. Kapuskirúgás következik. Hát horvát mindenhol ott van a hetes, a piros hetes horvát. Kérdés, hogy mire megy vele a nagy kanizsa. Ez pedig szabálytalannak ítéli ezt a megmozdulást. Jakab Géza. Balázs letette, Horváth Balázs letette másik horvátnak. Wittmann be középre. Kanizsai drukkerek nagyon élénkek, majdnem, hogy az egész mérkőzést végig szurkolják töretlenül. Jár nekik a tisztelet. Wittmann. Hát ez lesz gyanús, de nem. Nem az. Vlasics beadja. Ajka érkező van rá. Hetesi. Kifejelik az ajkai védők. Horváth Dániel kapusunk nem nagyon siet, ijel a dolgot. Közben pedig ott fönt az egyik kanizsai játékos megnézte a gyep minőségét, mert ott lenfeküdt, vagy talán csak megsérült. Nem nagyon húzza a lábát, talán gyepmester. Folytatódhat a játék. Talán ez az eddig legnagyobb kirúgás, amit itt láttam a mai mérkőzésen. Nagy próbálja elvinni a labdát, szép becsúszás, tiszta szerelés volt a kanizsai játékos részéről. Mi pedig átjátsszuk Köleshez. Köles talán a szélen meg tud indulni, vagy valamit kezdeni tud majd a labdával. Ajjajajajaj, micsoda vízilabda pálya van itt. Szépen kihozza a kanizsa. A 20-as Horváth Balázs. Jön. Föladja, ajkai védő pedig megszünteti a kanizsai támadást. Most pedig egy kanizsai védő szüntette meg az ajkai támadást, oda-vissza megy a dolog. Kiélezett mérkőzés, az eredmény is ezt mutatja. Csizmadia játszotta tovább. Egy elcsúszás. Ott van, olá, beadja. Jaj. Szerencsétlenség volt, ott egy lövés.
szöglet, mert megpattant egy kanizsai játékoson. Péntek Adrián helyett a 10-es Kovács lép pályára, aki egyébként ebben a szezonban már 2 gólt is lőtt. Egyébként Péntek is, úgyhogy nagyjából egyerőt képviselhetnek, gondolom én. Nem jól sikerült szöglet. De beadás van, ráérkező, nincs ráérkező. Most pedig kontrázhat a nagy kanizsa, és meg is próbálkozik vele. Kérdés az, hogy sikerülni fog-e? Egymás zavarják, ajajajajajajajaj, te jó Isten! Gondolom belehallatszódik, de szegény játékvezetőnek az édesanyja most sokat csuklik bizonyára. A szurkolók nem kímélik a bírót. Kanizsai helyzet, kibontakozóba, de ez abba is maradt. Fiat az Ajka. Nagy tettele bal szélre. Csizmadia passzolta föl, vissza Csizmadiához. Aki nem indul el előre, egyelőre még vár. Csizmadia megint. A hetesünk megy előre, de nem találja meg a csapattársát sajnos. Bíró pedig ítél. Jön kifele a kanizsa. Nagy kanizsai indítás, ami semmi nem volt. Hát már mint egy indítás volt, csak szabálytalanság nem volt, amit itt számos néző kritizál. Szép nagy rugás volt, csak hát értelme nem volt igazából. Szokásos horvát bedobás. Hát, hogy elnézem a játékot, talán horvát csak, majd a hetes piros horvát szerintem csak edzésre bedobásért megy. Vagy nem tudom, mert eddig úgy más nagyon nem fogott meg. Persze kétségtelenül jó játékos, csak ő többet gyakorolhatta a bedobást. Hát semmi nem volt, mondom én. Bíró pedig egy szabad rugást ítél kanizsa részére. Ennyi költői kérdést én az utóbbi egy évben hallottam, mint itt a szurkolók között. Jó közeg, nekem tetszik. Szabadrugás van érkező rá, ujj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 j
A pontrugásokra mindig is nagyon kellett figyelni. Most nem tudom, hogy ezt hogy gondoltuk egész pontosan. A lényeg, hogy egyenlített a Kanizsa. Sok játékos, sok szurkoló pedig cseréért kiállt. Középpályást kérnek egyenesen. Középkezdés. Kezdődhet az ajkai építkezés. A
És egyébként Wittmann szerzett az előbb találatot, azzal egyenlítette Kanizsa. Mi lehet még így ezen a meccsen? Vajon még egyszer az Ajka átveszi a vezetést, vagy talán a nagy Kanizsa? Megindulunk, az nem volt kin, de ezek szerint kin volt. Hú, de jó, hogy nem én vagyok a játékvezető, mondhatják ezt a nagy kanizsaiak, na meg a drukkerek is. Kirúgás. Senki se csapott le rá. Tiszta szerelés, az is tiszta volt. Mondom én, bár én mondhatok itt bármit, nem én döntöm el a játék menetét. Megint a szélen, jaj, de szép csá volt, húha. Gyönyörű, ebből egy akció is lehetett volna. Összeszedte magát a kanizsai védelem így a második fél időre, nagyon szépen. Nem nagyon talál rajta az ajkai csapat rést. De az elsőben pedig az Ajka védekezett jobban. Nyomni kell. Húha. Gyönyörű kanizsai labdatartás, és megpróbálnak előre játszani. Wittmannt próbálták megjátszani. Wittmann tovább passzolja. Jaj, de gyönyörű játék. Szöglettel jön a nagy kanizsa. Az eredményeken pedig már is módosítottunk. Köszönjük szépen a jelzést. És köszöntjük a kanizsai drukkereket is itt az élő adásba. Kanizsai szöglet. Majd 2-3-nál jegyzi meg egy kommentelő. Benne van a pakliba. Kanizsai szöglet. Nem volt túlságosan veszélyes. De ez még az lehet, fú, mekkora védés Horváttól. És most pedig lehet kontrázni az ajkaiaknak. Nagy, megpróbálja. Szép. Horvát nagyon jól játszik. Mármint a nagy kanizsai hetes Horvát. Bár mind az öt Horvátra ezt lehet mondani. Megindulunk, nagy. A 16-oson belül. Szép. Horváth Márton rávetette magát a labdára, megszüntette a veszélyt a kapuja előtt. Marad a 2-2. Nagy kirúgás. Próbálkozik az ajkai. Mekkora lövés, új, mekkora védés, te atya úristen! És még nincs vége az akciónak, de most lesz vége. Te jó ég! Ez brutálisan nagy lövés volt, és brutálisan szép védés is. Hát Horvát azért, úgy gondolom, hogy a kanizsai Horvát nem véletlen van a kapuba. Közben pedig egy ismétlést láthatunk. Amíg a játéktéren nem történik semmi érdekesség. Egy nagy lövés. Egy szép védéssel párosulva. Szép.
szabadrugás az ajka részére. Hát lassan végzik el nagyon. Valamiért most nem tudunk fogást találni a nagy kanizsán. Nagyon felszívták magukat. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondhatott Barna László az öltözőbe, mert biztos, hogy érdekeset és okosat. A játék ezt mutatja. Ajkai helyzet lett volna. Közben pedig csere. 9-es lejön. És azt nem mutatták pont vagy sokáig, hogy ki is jön be. Remélem, hamar megtudom. 2 csere is van. Bocsánat, még egy csere. 7-es le, 20-as föl. Nagy le, Major föl. Major Norbert. Nagy és Horváth lejött, tehát a majdnem mondhatni a kettő leggólerősebb játékos, de még Olá még ott van, 6-os messzámba. Ő eddig 4 gólig jutott, ezt a meccset nem beleszámolva még. Kanizsaiak pedig a mindent bele Rigmust hajtogatják, nagyon drukkolnak a csapatnak. Le a kalappal előttük, egy ekkora utazás után még erre is van energiájuk. Rúgjad már! Az ajkai kapus megváratja magát. Még be nem hallatszódott az első rúgjad már a nézőtéről. Leült ez a mérkőzés. Bár szerintem mindkét félnek jó az X, hiszen mind a kettő egy rettentően erős csapat. Az a kéz pedig le volt szorítva. Testéhez volt szorítva pontosan, úgyhogy ez nem volt szabálytalan. Ez a megállítás pedig igen. Horváthnál a labda, Horváth megpróbálja 11-es Wittmann megjátszani, eddig sikerült, Wittmann is szépen dolgozza ki az ő dolgát. 8-assal pedig Pál, nála a labda, lepasszolja, Horváthnál ismét, Horváth pedig megpróbálja beadni, ajkai tisztázás. És még egy ajkai tisztázás, mert kellett, mert eladtuk sajnos a labdát, és most is eladjuk a labdát. Lassan több labdát adunk el, mint az Adidas egy év alatt. Ki kell jelenteni sajnos. Szép, kapusunk lehúzza. Jó. Az ajka próbálhat meg támadni. Beadás. Nincs ráérkező. Csak egy kanizsai védő. Még rémelt is. De még egy ismétlés lehetett volna. Fejjel, de azt nem értük el, sajnos. Horváth kirúgás. És elérte a másik térfelet, ez pedig szabálytalannak ítélte Csizmadia megmozdulását a bíró. Közben pedig lehet egy helyzet az ajkánál, szépen várhat magára lövés. Micsoda kanizsai tisztázás, az szép volt. Az pedig szabadrugás. Milos, baszd meg! Ulas, Milos!
Remélem ezeket a nézői bekiabálásokat nem hallották, vagyis remélem, hogy 18 éven aluli nem követi ezt a mérkőzést most, kivételesen. Ajkai szabadrugás következik, pontrugásból mindig minden csapat tud veszélyeztetni. Csizmadia a labda mögött. Vajon rávágja, vagy beadja-e? Csizmadia helyett pedig elnézést Semer. Semer fejében most mi lehet, vajon? Reméljük, hogy egy gól. Semer. Labda mögött neki indul. Rálövi, kapus pedig véd. Szép védés volt. El kell ismerni. Köles bedobás. Következik. Kifele szabadrugás. Mutatja az irányt Jakab Géza. Úgyhogy mehetünk vissza védekezni, a Kanizsa meg támadhat. Költői kérések sokasága merül fel itt a szurkolókban. Lehet szidni a bírót, úgyis ő fogja megmondani, hogy mi lesz, mi nem lesz. Lehet ellenérveket is felsorakoztatni, de hát ez van. A bíró így látta, akkor így látta. Nem, nincs értelme vele vitatkozni. Horváth jön szabadrugással, az beadásra készül. Van érkező rá? Nincs. Ajkai tisztázás bizony van. És most le lehet támadni az ellenfelet. 3-4 ellen. A vizes fülbe pedig megragad a labda. És még egyszer. Ez azért vicces volt. Most pedig egy játékos nézte meg a gyep minőségét elég közelről, mert elcsúszott a füvön. Közben pedig egy judózás is láthatunk, micsoda futballmérkőzés. A bíró pedig Nagy Kanizsa javára ítél. Azért a nézők nem panaszkodhatnak, egy futballmérkőzésre jöttek, arra is fizették ki a jegyet, de egy judót is láthattak így részben. Talán Böde Dániel tanította nekik annó még a magyar-norvég meccsről. Mint a zsíros kenyeret, ahogy szokták mondani. Zajka egyenlőre egy picit tanácstalan, szép becsúszás Kanizsa részről. Átjátszik a másik oldalra, Köleshez. Köles szépen átveszi, erről van szó. A megindítás pedig eddig sikertelennek tűnik, de ott van Major. Ez szabadrugás. De szinte majdnem, hogy a kapu irányában nullszögből, de egy olyan jó 17 méterről lesz. Tökéletes lehetőség. Egy jó helyzet kialakítására. Horváth két emberes sorfalat kér. Tesi és Horváth áll oda az útba, ha szabad így fogalmazni.
szabadrugás. Bíró fújja a sípot, nem volt veszélyes akció sajnos, bármint kinek sajnos persze. Egy távoli lövéssel meg lehetne próbálkozni, meg egy tiszta rugással is, talán, azzal többre mennénk. Újabb csere. Köles megy le, aki pedig bejön, azt még tisztán nem látom. Nagy tapsot kap egyébként Köles, jól játszott ezen a mérkőzésen. Pavlicki Balázs jött föl, tízessel. Most megtudtam, a filmre mondták. És folytatódhat egy horvát bedobással. Hát lassan már a játékos már a bedobással fog elfáradni, nem a futással. Ajja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 j
összeszorították. Miért hagyunk üresen embert? Nem értem nagyon. Jó. Most szerencsénk volna, nem használta ki a nagy kanizsa. Minden egyes ilyen helyzetre vigyázni kell, mert nagyon veszélyesek sajnos. Mi meg most a második fél időben nem igen harcoltunk ki nagy helyzetet. Ajjajajajajaj. Major megy kapus irányába, kapus elrúgja. Sokan kritizálják ezt a döntést. Megint, ajjajajajajaj. Szabad rúgás jön az Ajka. Ha az egész meccset kéne eddig összegeznem, akkor az eredmény, ez a 2-2, ez úgy gondolom, hogy ez reális. Az első fél időben jobban nyomott az Ajka, második fél időben pedig picit jobban nyomott a nagy kanizsa. Most pedig ápolásra szorul az egyik játékos, Vlasics. Hát eddig nem nagyon tud fölkelni, úgyhogy úgy néz ki, hogy nagy baj lehet. Addig áll a játék. Már felült Vlasics, és szépen lassan föl is állt. Reméljük nem történt nagy baj. Lebattyog oldalra. Ejtés lesz talán, nem látom a bírót teljesen tisztán. Ejtés. És szépen sportszerűen a nagy kanizsa pedig visszaadja a labdát az Ajkai együttesnek. Ajka megindul a szélen, beadás, nincs rá érkező ember, ez itt a probléma, eddig nagyon szépen ki tudtuk dolgozni, de rá érkező ember nem volt, aki értékesíthette volna. Izmadia megállt a vízbe, és ezt az egyik néző is jelezte, nem hallgatott rá a játékos, persze csak ha hallotta, akkor nem. Bedobásra jön az Ajka. És mindenki nézi, hogy mi lesz. Csere. A 19-es Vlasics lement, lehet, hogy nagy a baj. Táblát ugyan nem mutattak, hogy ki fog bejönni, vagy ki jött be, de most igen. Szőke jön be. Bedobás. Szép nagy. Csak nem volt túl hasznos.
Mekkora lövés, atya úristen, mekkora helyzet volt. Huha! Azért ez nagyon kemény volt. A kapus egyébként rajta volt. Tehát szép akció volt. Figyelni kéne, és akkor nem lenne ilyen eladott labda. Felsóhajt az ajkai szurkolótábor. Nem ezt várták. Nagyon tisztán áll a nagykanizsai védelem. Ezt innen a kommentátorállásból tökéletesen látom. Nem véletlen nem találunk most még úgy rajtuk fogást, de ezért kéne a pontrugásokat kihasználni. Egyébként nagyon elkezdtünk befele indulni. Az bizony lapot is ér az én szemszögemből. Nem jár érte ezek szerint. De jó 23-4-5 méteres távolság. Szóval rá is lehetne puffantani, gondolom én. Csemer a labda mögött. Nagyon nézi a labdát, úgyhogy szerintem ezt rávállalja. Hátra is lép, igen, hármat. Szépen kimérten. Játékvezető mindjárt bele fúj a sípjába. Most az utóbbi pár percben jön a szabadrugás. Veszélyes! Mekkora gól! Mekkora gól, te jó ég! Csemer! Atyavilág! Hát ez nagyon szép találat volt. Ez nagyon szép volt. Itt pedig azt skandálják egyébként a zajkai drukkerek, hogy indul a busz. Talán, hogyha már Nagykanizsáról van szó, akkor talán a vonat. Remélem páran értik. Na, itt pedig egy lap is előkerült. Ha jól hallom, az edző kapta a lapot. Tehát ő most vette a lapot. Az ajkai edző, Schindler Szabolcs kapta a figyelmeztetést. Horvátnál a labda. Most a Kanizsának muszáj kiúzni X-re. Mert az utóbbi 5-6 percben igencsak az ajka nyom. Azaz, szép védekezés. Észre kell csinálni. Kiszére. Horváth nagyon szépen átemelte. Kenderes fölött. Jön a kanizsai bedobás. Horváth eddig nem találja az emberét, de igen, megvan. És szépen ki is rúgták az ajkai játékosról. Elég közelről megy a bedobás. Ebből még gólhelyzetet is ki tudnak varázsolni, úgy érzem, a kanizsaiak most ők is most képesek rá. Az első félidő végén, amit mutattak, akkor pláne. Vagy a második félidő elején, bocsánat. Ajkai tisztázás. Egyszerre ketten csúsznak, semmi nem volt. Ajjajajajaj, és jön a kapus, jó van. Szépen ügyesen maga biztosan le is szedi a labdát. Horváth, vár egy picit, menjenek föl. És kirúgja vagy kidobja? Kirúgja. Egy ellenfélhez. Az gyanús volt, de előnyszabály. Mutatja a bíró, mehet tovább. Észre
és most indulhat az ajkai játékos, de nem, mégse, kapushoz ért a labda. Aja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 j
ott a Kovács Nagy Kanizsáról. Na most megint nagyon csuklik szerintem a játékvezető édesanyja. És egy ajkai szabadrugás. 16-oshoz ér. Kiejti a labdát a kapus és gól! Gól! 4-2! 4-2! Te jó ég! Hát ez hatalmas baki volt! Hát ez erre szerintem senki nem számított. Közben pedig a visszajátszásban nézhetjük, hogy hogyan a kapus felugrik, kiejti, mert aláment a csapattársa. Te jó Isten! Tényleg utóbbiat a Bajnokok Ligájában láttam, azt is a döntőben. Hát, reméljük ők is eljutnak egyszer oda. Bár akkor ezt ne így csinálják. Csere van. Csere helyett pedig ápolás elnézést, rosszul értesültem, talán az öregség jele. A hármas kell ápolni, vagy hatos elnézés, Szabó Bálintot, valami történhetett vele. Talán picit megszédült. Letapsolják a pályáról a játékost. Reméljük jól van. Jó egészséget kívánom neki innen is, hogyha nem tudná folytatni a játékot. Folytatódhat a játék középkezdésről. Horvátnál a labda. Horvát addig hátra ment védekezni. Véletlen pedig 16-os Nagy Kanizsai elengedte. Nagy. Szépen csinálja nagyon az ajkai csapat. És kiejti. És egy verekedés alakul ki. Erről van szó, gyerekek. Erről van szó. Lögdösödés, verekedés. Azért ez kicsit komoly. Kicsit nagyon komoly. Gyerekek, valakinek legyen már esze, menjen oda elhúzni az egyiket a másiktól. Semmi értelme nincs itt most összeverekedni. Semmi értelme nincs. Oláhot lökik el, őt nagyon támadták. Ennek semmi értelme. Nem értem miért. Közben a játékvezetők pedig megbeszélik egymás közt. Nagyon feszült a hangulat, és a játékvezető pedig magához rendeli az egyik ajkai játékost, és egy sárga lappal jutalmazza az előbbi tettét. Egész pontosan Csizmadiát, és hatos Szabó Bálint is kap egyet, aki az előbb egyébként összehozta azt a... Valaki szerint öngól, valaki szerint nem. Ilyenekre nem kell odafigyelni, vagy ilyeneket nem szabad csinálni. Ahhoz képest, hogy ez egy NB3-as mérkőzés, a játék intelligencia az utóbbi 1-2 percben nem található meg. Remélem ez nem így lesz a folytatásban. Szabónál a labda.
Hát igen, most azért feszültebb lett a hangulat. Nem kell itt egymást lögdösni, meg nem kell egymásba menni. Az eredmények majd megmutatkoznak. Vagy vágjanak úgy a kanizsaiak vissza, hogy ők nyerik meg a mérkőzést. Nem szabad itt ilyen primitív szintre lesüllyedni. Ajkai szöglettel folytatódik a mérkőzés. Tizenhatoson kívül a jó 30-as lövés, és a saját csapatást hátba lőtte. Remélem, vagyis gondolom én, hogy nem ez volt a cél. De ez most így alakult. Sokan írják, hogy a Szabó Bálint alattomossága hozta ki ezt a helyzetet. Attól szerintem még nem kell egymásnak esni. De ez persze nem nekem dolgom eldönteni. Majd a játékvezető, ahogy látja. Nem biztos, hogy szabályosan, de az ő szava itt a döntő. Egyébként már rég nem volt a labda az ajkai térfélen. Most pedig pár másodpercig oda jutott. Lassan pedig vége egyébként a mérkőzésnek. Tehát úgy kezd kirajzolódni, hogy megőrzi az elsőségét az ajka. Bár a sportban azért tudhatjuk, hogy minden másodperc aranyat ér és számít. Úgyhogy még biztosra nem mondom, nem kiabálom el. Amíg nem halljuk a hármas sípszót. És most megpróbálják letámadni az ajkaiak. És 16-oson belül játékos megindul. Ajja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 j
És egy jó kis vetrengés után a Zajka játékos föl kell. Horváth pedig fönn marad, vagyis lemarad a földön, elnézést, Horváth Balázs. A hosszabbítás egyébként pedig 3 perc, ha jól látom. Így van, jól látom. Kizmadia pedig bedobáshoz készülődik. És visszaadják. Sportszerűen szép volt Ajka. Attól még, hogy ellenfelek, az nem azt jelenti, hogy ellenségek, és ezt szépen csinálták. Köszönöm pedig az ajkai drukkerek már skandálják a szép volt fiúkat. Ők már befejezetnek tekintik a mérkőzést. Közben még egy-egy helyzet kibontakozhat, de nem fog. Horváth megfogja. És előre vágja. Úgy gondolom, hogy itt a meccs vége fel azért el kell ismerni, hogy mindkét csapat nagyon erősen kitett magáért, és nem véletlen szerepel a Nagykanizsa se a 3. helyen. De az ajkai győzelem is megérdemelt, az első fél időt láttak alapján.
De még egy helyzet lehet 16-oson belül. Lövés! Gól! 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 Ott van! 5-2! Zajkai szurkolók pedig felrobbannak. És nagyon örülnek a zajkaiak, a játékosok. Azért az eredményben nagyobb különbség van, mint amit a pályán láttunk, én ezt úgy gondolom. Még nincs vége a mérkőzésnek, szól a játékvezető, hogy menjenek vissza a térfelükre. És a bíró pedig lefújja a mérkőzést. Az ajkai csapat továbbra is az első helyen áll, szinte menetel. Kanizsa pedig most nem tudom, hogy a többi csapat mit játszott, de nem hiszem, hogy nagyon lemorzsolódna az élbolyból. Jó játszottak mind a ketten. Az első fél időben a Zajka nyomott egy kicsit jobban, a második fél idő elejét jobban kezdte a Nagy Kanizsa. De a végére pedig összeszedte magát a zajkai együttes. Minden elismerésem a zajkai játékosoknak, persze a nagykanizsaiaknak is. Köszönjük nekik! Köszönjük, hogy velünk tartottak, ám de aki még marad, annak mindjárt még tudunk szolgálni egy kis vezetőedzői értékeléssel is. Addig is jó fújást kívánok önöknek! Gyanús volt, de előnyszabály, mutatja a bíró, mehet tovább. És most indulhat az ajkai játékos, de nem, mégse. Kapushoz ért a labda. Ajajajajajajajajaj. Kisebb fajta dürühamot kapott a Kovács Nagy Kanizsáról. Na most megint nagyon csuklik szerintem a játékvezető édesanyja. És egy ajkai szabadrugás. 16-oshoz ér. Kiejti a labdát a kapus, és gól! Gól! 4-2! 4-2! Te jó ég! Hát ez hatalmas baki volt! Hát ez erre szerintem senki nem számított. Közben pedig a visszajátszásban nézhetjük, hogy hogyan a kapus felugrik, kiejti, mert aláment a csapattársa. Te jó Isten! Tényleg utóbbiat a Bajnokok Ligájában láttam, azt is a döntőben. Hát, reméljük, ők is eljutnak egyszer oda. Bár akkor ezt ne így csinálják. Csere van. Csere helyett pedig ápolás elnézést, rosszul értesültem, talán az öregség jele. A hármas kell ápolni, vagy hatos elnézés, Szabó Bálintot, valami történhetett vele. Talán picit megszédült. Letapsolják a pályáról a játékost. Reméljük jól van. Jó egészséget kívánom neki innen is, hogyha nem tudná folytatni a játékot. Folytatódhat a játék középkezdésről. Horvátnál a labda. Horvát addig hátra ment védekezni.
Véletlen, pedig 16-os. Nagyon is elengedte. Nagy. Szépen csinálja nagyon az ajkai csapat. És kiejti. És egy verekedés alakul ki. Erről van szó, gyerekek. Erről van szó. Lögdösödés, verekedés. Azért ez kicsit komoly. Kicsit nagyon komoly. Gyerekek, valakinek legyen már esze, menjen oda elhúzni az egyiket a másiktól. Semmi értelme nincs itt most összeverekedni. Semmi értelme nincs. Oláhot lökik el, őt nagyon támadták. Ennek semmi értelme. Nem értem miért. Közben a játékvezetők pedig megbeszélik egymás közt. Nagyon feszült a hangulat, és a játékvezető pedig magához rendeli az egyik ajkai játékost, és egy sárga lappal jutalmazza az előbbi tettét. Egész pontosan Csizmadiát, és a hatos Szabó Bálint is kap egyet, aki az előbb egyébként összehozta azt a... Valaki szerint öngól, valaki szerint nem. Ilyenekre nem kell odafigyelni, vagy ilyeneket nem szabad csinálni. Ahhoz képest, hogy ez egy NB3-as mérkőzés, a játék intelligencia az utóbbi 1-2 percben nem található meg. Remélem ez nem így lesz a folytatásban. Szabónál a labda. Hát igen, most azért feszültebb lett a hangulat. Nem kell itt egymást lögdösni, meg nem kell egymásba menni. Az eredmények majd megmutatkoznak. Vagy vágjanak úgy a kanizsaiak vissza, hogy ők nyerik meg a mérkőzést. Nem szabad itt ilyen primitív szintre lesüllyedni. Ajkai szöglettel folytatódik a mérkőzés. Tizenhatoson kívül a jó 30-as lövés, és a saját csapatást hátba lőtte. Remélem, vagyis gondolom én, hogy nem ez volt a cél. De ez most így alakult. Sokan írják, hogy a Szabó Bálint alattomossága hozta ki ezt a helyzetet. Attól szerintem még nem kell egymásnak esni. De ez persze nem nekem dolgom eldönteni. Majd a játékvezető, ahogy látja. Nem biztos, hogy szabályosan, de az ő szava itt a döntő. Egyébként már rég nem volt a labda az ajkai térfélen. Most pedig egy pár másodpercig oda jutott. Lassan pedig vége egyébként a mérkőzésnek. Tehát... úgy kezd kirajzolódni, hogy megőrzi az elsőségét az ajka. Bár a sportban azért tudhatjuk, hogy minden másodperc aranyat ér és számít. Úgyhogy még biztosra nem mondom, nem kiabálom el. Amíg nem halljuk a hármas sípszót. És most megpróbálják letámadni az ajkaiak.
És 16-oson belül játékos megindul. Aja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 j
És egy jó kis vetrengés után a Zajka játékos föl kell. Horváth pedig fönn marad, vagyis lemarad a földön, elnézést, Horváth Balázs. A hosszabbítás egyébként pedig 3 perc, ha jól látom. Így van, jól látom. Kizmadia pedig bedobáshoz készülődik. És visszaadják. Sportszerűen szép volt Ajka. Attól még, hogy ellenfelek, az nem azt jelenti, hogy ellenségek, és ezt szépen csinálták. Köszönöm, pedig az ajkai drukkerek már skandálják a szép volt fiúkat. Ők már befejezetnek tekintik a mérkőzést. Közben még egy-egy helyzet kibontakozhat, de nem fog. Horváth megfogja. És előre vágja. Úgy gondolom, hogy itt a meccs vége fel azért el kell ismerni, hogy mindkét csapat nagyon erősen kitett magáért, és nem véletlen szerepel a Nagykanizsa se a 3. helyen. De az ajkai győzelem is megérdemelt, az első fél időt láttak alapján. De még egy helyzet lett, 16-oson belül, lövés, gól, 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 ott van. 5-2! Zajkai szurkolók pedig felrobbannak. És nagyon örülnek a zajkaiak, a játékosok. Azért az eredményben nagyobb különbség van, mint amit a pályán láttunk, én ezt úgy gondolom. Még nincs vége a mérkőzésnek, szól a játékvezető, hogy menjenek vissza a térfelükre. És a bíró pedig lefújja a mérkőzést. Az ajkai csapat továbbra is az első helyen áll, szinte menetel. Kanizsa pedig most nem tudom, hogy a többi csapat mit játszott, de nem hiszem, hogy nagyon lemorzsolódna az élbolyból. Jó játszottak mind a ketten. Az első fél időben a Zajka nyomott egy kicsit jobban, a második fél idő elejét jobban kezdte a Nagy Kanizsa, de a végére pedig összeszedte magát a zajkai együttes. Minden elismerésem a zajkai játékosoknak, persze a Nagy Kanizsaiaknak is. Köszönjük nekik! Köszönjük, hogy velünk tartottak, ám de aki még marad, annak mindjárt még tudunk szolgálni egy kis vezetőedzői értékeléssel is. Addig is jó fújást kívánok önöknek!